Szeretettel üdvözlök mindenkit, hagymát fogok ma ö, vetni. Palántaföldet előkészítettem ide, hoztam egy kis hamut is, erről is majd mesélek, egyenlőre megy hozzá a kis hamu. Ezt most még nem rostáltam le pont a hamu miatt, mert rostaláskor majd jól össze fog keveredni, össze fog forogni. Úgyhogy itt most először fertőtlenítek. Ezt most lefedem és mikrohullámú sütőbe maximális fokozaton 15 percig sütöm. Aztán jövök vissza és mutatom, magyarázom a gondolatokat ezzel kapcsolatban. Kérem megtörtént a földnek a kisütése. Addig mutogatnék itt valamit, amíg megül egy picit. Egyrészt ugye ma hagymát vetek, hát aki régóta követi a csatornát, az tudja, hogy azért magról vetem, mert a magról vetett hagymák szemben a dugatott hagymával általában valamivel édesebbek, kevésbé csípősek. Ennek az az oka, hogy az átültelgetés miatt, tehát a úgymond a növény zavarása miatt egy bizonyos enzimféle nem alakul ki benne, és emiatt, hát legalábbis állítólag jó magam ezt ugye nem tudom mérni, de kevésbé lesz csípős a hagyma, kevésbé lesz büdös. A másik dolog viszont az is tény, hogyha a kertünk talajában nagyon sok a kén, akkor így is, úgy is csípős és büdös lesz a hagymánk, akármit teszünk. De hát ilyen erősen kénes talajok azok általában inkább ilyen hegyvidéken, vulkanikus részeken vannak, tehát aki nem ilyen helyen él, ott általában azért nincs ezzel probléma. Miért vettem és miért palántázom a hagymát, ugye azt nagyjából elmondtam, ami még fontos dolog lenne, hogy így ugye olyan fajtákat tudok vetni, amiket meg lehet, hogy duggatni való hagymaként nem lehet megvásárolni. A vetést ez esetben e, ilyen kis vetőtálcákba fogom elvégezni. E, ezeknek ilyen lukas az alja, e, jól szellőzik a lóról is, és a víz is könnyen kifolyik belőle, ez mindenképp egy pozitív dolog e, ilyenkor. Ugye viszont a föld is kifolyna, ezért ilyen fóliából csíkot vágok, és ezzel beélelem ki ezeket a kis vetőtálcákat. Na most a az eddigi tapasztalatok alapján ezt úgy szoktam elkövetni, hogy egy picit hosszabbra szoktam vágni, mint amennyi kell. Tehát szélesebbre nem, de hosszabbra igen. Ez azért nagyon jó, mert amikor a palántákat kiültetem ebből a vetőedényből, akkor egész egyszerűen megfogom ezt a fátyol fóliát, mint két fület, és kiemelem a teljes földmennyiséggel együtt az összes palántát ebből a tálcából, kiteszem egy ilyen széles tálcára, és onnan nagyon könnyen kézzel utána leválaszthatóak a palánták. Tehát nem kell így kiásogatni lényegében a ládikából. Tehát mindenképpen javaslom, hogy hagyjunk egy ilyen kis fület a fóliának ha hasonló edényben dolgozunk. A magvetéskor, hát előző videóban mutattam, hogy egy kicsit kényes vagyok általában, ahol olyan palántáról van szó, hogy sérüléke, nagyon picikorba külön kell tűzdeljem, ott általában megpróbálom sorokba vetni, hát ugye ezt mutattam például a zellervetésekor. Itt a hagymánál a kiültetés, hát szinte ceruza vastagságnál fog megtörténni, sokkal kevésbé kényesek, itt nem érdemes sorokba vetni, hanem egész egyszerűen csak el kell szórni a hagymamagokat a földbe. Úgy, hogy egymástól megközelítőleg, hát egy olyan 2 centiméterre, másfél 2 centire essen egy-egy mag. Ö, kell lesz annyi hely, ugye mondtam, hogy hát körülbelül lesz egy olyan 4-5 mm vastaga a hagyma, amikor ki fogjuk majd tenni a kertbe. Lehetne egyenesen a kertbe is tenni, már most is, ez az igazság. Leginkább március elejétől szokás direktbe földbe vetni, de ha most elvetjük, valószínűleg már most megindulna a földbe, hiszen a hagyma Hát körülbelül egy olyan 5 fok Celsiuson, 6 fok Celsiuson már csírázik. De ö, azt is tudni kell, hogy egy fagyokkal szemben is ellenálló, tehát ö, egy ősszel elvetett hagyma mínusz 15 fokot is kacagva elvisel. De tudni kell, hogy ilyen magvetéskor nem igazán jó, hogyha mínusz 2 alá megy a hőmérséklet. Na most ö, a kertben még simán megy mínusz kettő alá, tehát azért mondom, hogy ott meg kellene várni a március a vetésig, Üm, és bár még egyszer mondom, 4-5 fokon elkezd csirázni, azért a valós növekedése a hagymának, az már 10 fok fölött indul meg, és a levélzetet igazából, hát legalább 15 fok kell neki, hogy jól neveljen. Úgyhogy éppen emiatt én ezt most ide elvetem, a Kibújás pillanatáig, tehát addig meg nem jelennek a hagymák a föld felszínén, bent fogom itt a garázsba tartani. Nem itt ebbe a mesterséges lámpa is fűtött asztal, tehát nem. A garázsban nekem itt 17 fok van, a keléshez nincs szükség fényre, tehát egész egyszerűen ezeket a megvetett kis edénykéket ö, itt a 17 fokos garázsba szépen tartom, addig, amíg megint nem jelennek a föld felszínén a hagymák. Ha ez megtörtént, akkor ki fogom őket vinni a dupla fóliába. Fűtetlen, de dupla fóliába. És ott fognak tovább nevelkedni egész a kiültetés pillanatáig. No, a földbe kevertem egy kis káliumot. Ezt fahamok formájában végeztem. A, fagyma, a, hagyma az nagyon szereti a káliumot, erősíti. Lehet ezt másképp is, aki biológiai módszere sok káliumot akar bevinni, azt marhatrágya formájában tudja a legkönnyebben bevinni. A baj az, hogy a ültetéskor nem, tehát kicsi hagymakorban nem igazán jó, hogyha frissen trágyázzuk a helyszínt, mert elég könnyen legyengítheti a hagymát, sok betegséget elkaphat tőle, úgyhogy hát hogyha esetleg mondjuk kertbe direktbe vetjük, és az elején jó sok káliumot szeretnénk neki adni, akkor még előző évbe ősszel marhatrágyát ássunk bele a földbe. Miért kell beleásni, miért nem jó csak szétszórni a föld tetején? Hát azért, mert a kálium nem igazán mozog a földbe, vagy csak nagyon keveset. Tehát tudom, hogy azt várjuk, hogy majd felőrönnel locsolva jó, bemossa majd magát a kálium a földbe, de nem fogja. E Ugyanez igaz a foszforra is egyébként. Mondjuk a hagymát ez nem igazán érinti, nem foszforérzékeny, de például ott a padlizsán, vagy majd lesz a paprika, a paradicsom, nekik ugye sok foszforra lesz szükségük azért, hogy virágozzanak és erős termést hozzanak. És a foszfor az meg pláne egy olyan dolog, ami nem igazán mozog, tehát még ültetés előtt be kell juttatni a földbe. Na most a marhatrágyába is például van foszfor, meg mondjuk az istálótrágyába is van foszfor, de a legtöbb foszfor az a szárnyasok trágyájában van. Tehát, ha van ismerősünk, aki galambászik, vagy tyúkolja van, vagy hasonló, akkor most kell tőle e, valahogy kicsikarni egy hordónyi e, szárnyas trágyát, és amikor majd vetni fogjuk, a már kiültetni fogjuk a, a kertbe a paradicsomot, paprikát, akkor nagyon érdemes e, alá bejuttatni, beforgatni a földbe, bekapálni egy kis tyúk vagy valamilyen szárnyas trágyát. Na, most már tényleg nagyon sokat domáltam. Lényegében nagyon egyszerű a dolog. Ilyen kis tálikó, ezek pont egy ilyen tálca szélességűek, tehát ebből pontosan 5 darab fél egy ilyen tálcára. Én most néhányat megtöltök földdel, és kiszórom lényegében a magokat. Nem ültetem mére, de azért olyan, olyan másfél centiméterre legalább. Öm, és ezúttal csak sima földet használok, amit még egyszer mondom, egy kis hamuval kevertem össze, amiben sok a kálium. Ne vigyük túlzásba a hamut, nem teszünk jót vele a túlzásba, visszük ugye vízzel keveredve lúgosít, tehát ez a lúgos valami aztán szétmarhatja a növények gyökerét, tehát óvatosan vele, de egy nagyon picit bele lehet keverni a földbe és segíteni fog ö, nekik gyökeresedni hát akkor következzen a földel betöltés, aztán még a szórást egy fél percben megmutatom, és lényegében ennyi volna a hagyma vetése. Na fogjunk hozzá megtölteni a tárcákat. no, kérem, egyszerűen kézből vetve többféle hagymát fogok vetni, egymástól kb. 2 cm-re tehát a magocskákat elszórjuk. Öhm. Még egyszer mondom, nem muszáj ezt palántázni, lehet ezt simán csak márciusban kiszórni, a simán a földbe, megpróbálni ott is egymástól ilyen két-három centire szórni ilyen csíkokba, direktbe az ágyásba, de ott ugye egyelni kell lesz, tehát amikor nőnek a zöldhagymákat, szépen kihúzogatjuk, amíg hogy kevésbé fejlődik, vékonyabb, fejletlenebb, azt kihúzzuk, és azt elfogyasztjuk. Zöld hagymának a szép vastagokat, erőseket, azokat pedig meghagyjuk, hogy legyen belőlük hagyma. Ezt egy olyan másfél 2 cm vastagon fogom földel bevonni, és reméljük, hogy kiváló palánták lesznek. Több a meló a palántával, tényleg csak azért szeretném palántázni, és nem mondjuk direkt kiszólni a zágyásba, mert ki akarom próbálni ezt az ízbéli különbséget. Hát aki az élőt már látta, azt hiszem ott meséltem róla, hogy től tudom, hogy mitől olyan a perecsenyi hagyma, amilyen, nem a fajtától, nem is a jó talaj, tehát kénymentes talaj, kevés kén a talajba, és ez a bizonyos palántázási módszer az, ami különlegesen zamatossá teszi a perecsenyi hagymát. No, hát én már nem mondhatok senkit, a... szerintem minden felgyorsítjuk egy kicsit a videót. Oké, nem lett volna a hagymának a palántázása, aki palánkázni szeretné. Aki nem, és magról veti, az várjon márciusig, és mehet direkt be ki a földbe. Közben itt mutogassam meg azt is, már a padlizsán nagyon szépen növegetnek. Innen erre korvus, onnan arra barbentán, hát látszik, hogy a barbentán mennyivel másabb. 25-25 darab, közben itt már bújik minden, az elvetett uh, csilik, a virágok, tehát szépen alakul minden, remélem másnál is ugyanez a helyzet, sok sikert kívánok mindenkinek, aki támogatja a csatornát, annak külön köszönöm, akit érdekel, hogy hogyan lehet az a videó alatt a csatlakozom, vagy csatlakozás gomb megnyomásával, a részleteket megtudhatja, illetve mától fogva Facebookon is megtalálható a csatorna Kisvakond Kertészek címmel. A videó alatt a leírásba a támogatók mellett ennek a linkét is <kül> elnézést bele fogom tenni. Még egyszer köszönöm, egy kellemes hétvégét, viszlát!